Szeretettel köszöntelek benneteket ezen az estén. Hálások az Úrnak, hogy ma én szólhatom felétek Isten igéjét. Mint ahogy tudjátok, szerda este 8 órakor tudjátok ezt megnézni. Éppen azért buzdítok mindenkit, hogy aki csak teheti, akinek van egy kis szabad ideje, most üljön le, pihenjen meg, és hallgassa meg Isten igéjét. Engedjétek meg, hogy imádkozok egy pár szóban. Édesatyám, köszönjük a te szeretetedet és jóságodat. Köszönjük, Uram, hogy ezen az estén is itt lehetünk a te színed előtt, Uram. És legfőképpen a szívünk vágya az, hogy a te nevedet fölemeljük. Áld meg, Uram, a te kegyelmedben mind a nézőket, Uram, mind azokat, akik csak hallgatni tudják. És természetesen bennünket is, Uram, a te neved dicsőségében. Szálljon alá a mennyből, Uram, a te drága szent szellemed, érintse meg a szíveinket. Legyenek üresek a mi szíveink, Uram, hogy a te igéd be tudja azt tölteni. Megérthessük, Uram, hogy ma este is mit kívánkozol szólni. Úgy nekem, Uram, mint a gyülekezetnek. Legyen áldott ezért drága szent neved. Amen. És most dicsérjük az Urat. Gyertek, ünnepeljük az Urat! Amen. Gyertek, emeljük fel őt! Minden kedved, mikor teljes szívvel dicsér.
frankó, nagyon frankó és szuper volt a dicséret. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy imádhatjuk és dicsérhetjük az ő szent nevét úgy dalokon keresztül, mint a cselekedeteinken keresztül, és természetesen az igény keresztül is. Ma egy érdekes témával fogunk foglalkozni, aminek több sorozata lesz majd az Úr kegyelme által, mégpedig különböző hajókkal fogunk elsősorban foglalkozni. És ezek olyan hajók, mint tudjátok, hogy ezek kifutnak az élet tengerére, és engedjétek meg, hogy az Úr kegyelme által párhuzamot tudjak majd vonni, és az életünkkel kapcsolatosan, és az igével kapcsolatosan. Mindig szoktuk mondani, hogy benne vagyunk a Bibliában, csak meg kell találni. Én most, ahogy több időm volt otthon a betegségem miatt, és még mindig nem vagyok teljesen egészséges, de az Úr adott annyi kegyelmet, hogy most szolgálhatok felétek. Volt időm egy kicsit foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és az én életemben is van egy kis párhuzam, amiről például ma fogunk beszélni. A Jónás történetét hozom elétek, de mielőtt a Jónás történetét felolvasnám számotokra, nem mindannyian ismerjük maga a prófétát, Jónást. És engedjétek meg, hogy egy pár fontos információt tudjunk róla azért, hogy be tudjuk őt azonosítani. Tehát valójában ki is Jónás? Amitáj fia. Neve jelentése galamb. A galileai Gat-Heférből származott. Az északi királyság, vagyis Izrael területén profétált II. Jerobeám uralkodása idején, Krisztus előtt 793-753 között. Az első említése a Bibliában a Kettő Királyok 14-25-ben található. Tehát amit így gyorsan így el lehet mondani Jónásról. És mivel egy olyan témát fogunk ma érinteni ebből a könyvből, ezért fontos azt a várost is egy kicsit jobban megismerni, ahová Jónás küldetik. Tehát Ninivéről fogok egy pár fontos információt elmondani. Azért, hogy lássuk meg, hogy Jónásnak nem volt egyszerű feladata. Nem véletlenül kelt ki önön magából. Attól függetlenül, hogy nem így kellett volna reagálnia az Istennel való beszélgetést. Tehát Ninive a nap lakhelye. Krisztus előtt 700 és 612 körül az Asszír Birodalom fővárosa volt. Egészen mindaddig még meg nem bukott. Ninive városát mérete, ismertsége miatt is csak a nagyvárosként emlegették. Jónás tesz róla egy megjegyzést a könyvében. 3 napi járóföld a bejárási ideje. Tehát nem kisvárosról beszélünk, de hogyha a lakosságát nézzük ennek a városnak, akkor ha jól emlékszek, a negyedik részében úgy említi, hogy 10-szer 12 ezer. Tehát nem kevésről van szó, és úgy fejezi be azt az igét ott, hogy annál több. Annál több. Amit még tudni kell róla, hogy például ki alapította, biztos mond nektek is valamit a Nimród neve. Tehát ő volt ennek a városnak az alapítója. 1 Mózes 10:8-ban olvasunk róla. Aztán Náhum próféta úgy nevezi Ninivét, mint rabló, erőszakos és vérszopó. Igazából a Náhum első részében olvashatunk róla. Hírhet volt a bűnösségéről ez a város, és a kegyetlenségéről. Tehát az asszírok kegyetlensége meghaladta az emberi értelmet is. Hazael király idejében Izrael fiait fegyverrel levágta, kisgyermekeket földhöz vágta, a terhes asszonyokat pedig ketté hasította. Tehát ez az, ami mondjuk az emberi értelem, mert meghaladja ez a drasztikus föllépés az ellenséggel szemben. És akkor most térjünk rá valójában az igénkre. A mai témának, ha nevet kellene adni, címet kellene adni, akkor azt tudnánk neki adni, hogy hullámok alatt a mélységben. És olvassuk el akkor legelőször
az igéből, Jónás könyvének az első három versét. Ez így hangzik. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amitai fiához, mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elénbe. És fel kell-e Jónás, hogy Tázisba szaladjon az Úr elől, lemélne azért Jaffóba, és talál ott egy hajót, amely méne Tázisba, és megadván a hajóbért beszáll abba, hogy Tázisba menne velük az Úr színe elől. Biztos fölmerül bennetek ebben a kis ige szakaszban, ebből a részből, nem akartam végigolvasni, de például felmerül ugyebár Jaffónak a neve, ez egy kikötőváros, ez Joppé. Tehát, hogyha valaki az Új Szövetséget kutatja, akkor Joppéról van szó. És akkor, mindahogy a szívemet felindította az Úr, én mind a négy résznek adtam különböző címet, és az első résznek a címe az engedetlenség hajója. Nem tudom, mennyire lepett meg benneteket az, hogy ahogy az Úr ezt az embert, tehát ezt a prófétát megszólította. És jellegzetes az Úrnak a megszólítása, mert egy személyhez szól. Egy személyhez szól, és egy utasítás. Tehát nem fog több utasítást adni, csak egyet. De azt nyomatikusítja az ő életében. És te vagy az a személy, és azt kell, hogy mondjam, hogy biztos vagyok benne, hogy te is, te hozzád is az Úr már szólt, mint ahogy én hozzám is szólt az Úr, hogy változtass az életeden. Jónást azért szólította meg az Úr, hogy menjen el Ninivébe, hogy Ninive térjen meg. Változzon meg, mert különben 40 nap is elpusztul. Biztos vagyok benne, hogy a te életedben is szólt már az Úr, vagy te hozzád, vagy valaki küldött hozzád, hogy incsen, vagy szóljon, hogy változtatásra van szükséged. És könnyű megvetni azt az embert, és itt most Jónásra gondolok elsősorban, hogy nem is tudjuk valójában, hogy ő mit élt át, mikor az Úr arra hívja fel a figyelmét, hogy menjen el Ninivébe, az ellenséghez, ahhoz a néphez, ahhoz az asszír birodalomba, aki Izrael népét, a sajátjait, a családját lemészárolja, vagy lemészárolta. És most képzeld el, Isten olyan kegyes ehhez a néphez, hogy az ő prófétát akarja elküldeni. Menjünk tovább. Milyen kegyes Isten, hogy nem engedi azt meg sem számodra, sem számomra, hogy elveszek. Ezért mindig fog küldeni valakit, vagy valakiket, hogy megszólítson téged, hogy változtass az életeden. És mi a reakciónk? Nagyon sokszor. Vagyok meg őszintén. Nagyon sokszor úgy teszünk, mint Jónás. Elszaladunk. De az a kérdés, amikor olvastam ezt a kis történetet, az a kérdés, hogy hová tudnál szaladni? Hová tudnál elszaladni az élő Isten elől? Ő mindent lát, mindenről tud, mindenütt ott van. Tehát amikor lekapcsoljuk a lámpát is, ő akkor is ott van. Amikor mi elbújunk egy barlangba, vagy nem tudom hová, vagy egy fészerbe, akkor is ott van. Ha mi elutazunk egy külföldi országba csak azért, hogy felejtsünk, vagy azért, mert nem akarunk dolgokat megtenni, amit az Úr kértünk, abban az országban is ott van az Úr. Nem tudunk előle elszaladni, elfutni, elbújni. Jónás mit tett? Ellenkező irányba szeretett volna futni. És meg is valósította. És nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy Isten meggondolta magát, mert úgy mennek a dolgok. Úgy jó mennek a dolgaink. Biztos, hogy Istentől van. Biztos, hogy nem akarja azt, hogy én Ninivébe menjek, vagy hogy én megváltozzak, vagy hogy megváltozzanak az én kapcsolataim, vagy a kommunikációim az embertársaimmal. Biztos, mert minden adottá válik. És nézzük meg, hogy az igék mit is mondanak nekünk. Itt én három verset olvastam föl, és ez a három vers elmondja mindazt, amit te és én átélek nap mint nap.
Jónás felszáll az engedetlenség hajójára. Az Jónás felszáll erre a hajóra, amire szerintem nem kellett volna, hogy felszálljon. De mondhatnánk másképpen is, fordítsuk ezt másképpen. Mondhatnánk úgy is, mi is felszállunk nagyon sokszor egy ilyen hajóra. Mert ez logikusnak látszik. Az első vers, menjünk egy kicsit végig. Az első versben azt mondja igaz az Úr, s lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Nem akarjuk meghallani az Isten hangját. És különböző kifogásokat is szoktunk mondani. De. És ilyenkor, ekkor jutott eszembe például Mózes. Amikor Mózes meglátta a csipkebokort, hogy ég, de mégsem ég el, és az Úrot megszólítja, ő is rögtön a kifogásokat kereste, és biztos vagyok benne, hogy te is a kifogásokat keresed, vagy még érvelsz is, hát Uram, hát én szeretlek téged, Uram, én téged szolgálok, a te nevedet áldom, és mondjuk, hogy de, ez meg ez, igen, de akkor valami nem stimmel. Mert a cselekedeteink arról árulkodnak, hogy ennek a fele se igaz, amivel én próbálok érvelni. Miért? Hát nagyon egyszerű, ha Jónás megnézed, ha az Urat szereti, ha föl van vértezve az Úrnak az erejével, akkor nem az ellenkező irányba fog szaladni, hanem arra, amerre az Úr mondta. Mélypont Tarzisba. Fölmerül a kérdés, miért pont Tarzisba akart futni? Na, nagyon egyszerű a kérdés, mert az van ettől a várostól, kikötő várostól, Jafottól a legmesszebb. Ez egy kereskedelmi központ, egy átrakodó hely, hasonló Korintushoz. Itt is sok ember megfordul, rengeteg hajó szokott lenni. És a tarzisi hajók mind nagy tengerjáró hajók. Tehát nem ladikról kell gondolkodni, ladikba kell gondolkodni, természetesen nem is Titanicba, nagyságba. De egy olyan hajót képzeljetek el, amivel a földközi tengeren simán, ahogy a Biblia a nagy tengeren, át tud hajózni. És egyes bibliai tudósok, kutatók, teológusok azt mondják, hogy Tarzis a mai Spanyolországnak a déli részén helyezkedik el. Más görög forrásokra pedig egészen máshová teszik. De több mint valószínű, hogy a spanyol lehet az igaz, mert nagyon messze akar tőle jutni Ninivétől. Pedig érdekes, hogy ez az ember, tehát Jónásról beszélünk, több mint 800 kilométerre lakott Ninivétől. Tehát az sem egy közeli állapot abban az időben. Tehát ha most le kéne egy autózni, arra is azt mondanánk, hogy jó messze van, és képzeljétek el, ott meg lehajózni, vagy akár gyalog elmenni, nem egy-két napos feladata lett volna. Tehát Jónás az ellenkező irányba futott, amit sajnos mi is szoktunk tenni. És akkor nézzük meg a második versben, hogy szól Istennek a felhívása Jónáshoz. Azt mondja, kelj fel, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elénkbe. Hányszor van az, meg se gondoljuk, hogy amiket cselekszünk, hogy az mind ott van az Isten előtt. Hányszor van az, hogy Isten türelmet gyakorol az ő ítéletének véghezvitelében, a mi életünkben. Ezt mi most úgy nevezzük ebben a korban, hogy ez kegyelem. De most nézzétek meg Jónást. Jónásnak el kellett volna vinni az ítéletet is, de a megtéréshez való lehetőséget is. És mivel az ellenségről van szó, mivel Jónás ellensége ugyebár az asszír birodalom, de Isten meg akarta mutatni az ő kegyességét, az ő kegyelmét, hogy a bálványimádók között is vannak, akik elfogadják őt. Akik teljes mértékben meg tudják magukat alázni, és ezáltal meg tudnak térni. Tehát a harmadik vers pedig már, ahogy szól, azt mondja számunkra,
és felkele Jónás és Tárzsisba szalad, na az Úr elől, lemegy azért Jafóba, és talál ott egy hajót, és megy, és méne Tárzsisba. Hát, mi is meg vagyunk győződve nagyon sokszor, hogy amelyik hajóra felszálltunk, az jó irányba megy. Annak ellenére, hogy hallottuk Istennek a hangját, de nem azt mondta, hogy arra a hajóra szállj föl. De mégis meg vagyunk róla győződve, hogy ez Isten akarata. Hát, ha nem Isten akarata lett volna, akkor a kikötőben nem lett volna hajó. Ha nem Isten akarata lett volna, nem tudta volna kifizetni a hajóbért, az utazási költséget. És még lehetne tovább sorolni. De milyen furcsa, igaz? Felmerült bennünk az, hogy ez az ember olyan rohanásban volt, hogy ez nem pakolt össze. Hanem ez úgy megrémült Istennek a szavától, akaratától, amit véghez kell, hogy vigyen, hogy ez úgy egyből elszaladt. És vette az irányt Jafóba, a kikötőbe, és keresett egy hajót. És nézzétek, milyen érdekes, pont van egy hajó, ami megy Tárzsisba. Hát ez biztos az Úrnak az akarata. Kotorászik a zsebébe, és pont annyi pénz van nála, hogy ki tudja fizetni az utazási költséget. Hát ne, hát ez csak az Úrtól lehet. Hányszor, de hányszor vagyunk így, mi is, amikor mielőtt fel akarnánk szállni erre a hajóra. És eszembe jutott, mikor így foglalkoztam el az az igével, hogy ezzel a történettel a 2007-es, 6-os időszak, amikor mindenki a jelzálogot vette fel, tök ugyanez volt. Hallottam testvéreket, akik azt mondták, Isten áldása, hogy ilyen könnyen lehet hozzájutni. Isten áldása, hogy ennyit adnak nekünk. Ez csak Isten áldása lehet. És sajnos bekövetkezett az, aminek be kellett, hogy következzen. Mert minden tettünknek, minden hajóra szállásunknak következménye van. És ezt Jónás nem mérte föl. Nem mérte föl, mint ahogy annak idén az emberek sem mérték fel, hogy a jelzálog hitel mivel jár. És tudjuk a jelzálog hitel történetet, nagyon sokan meghaltak, nagyon sokan önkezőleg vetettek az életüknek véget, nagyon sok család tönkrement, nagyon sokan elveszítették családjukat, autójukat, mindenüket, igazából kikerültek az utcára, nagyon sokan így jártak. De figyeljétek meg, Jónás, gondoljátok, elkerülheti a reáváró veszedelmet? Nem. Az Úr dolgokat megenged az életünkbe, azért, mert makacsok vagyunk. Ezt a hajót kellene jellemeznem, akkor nagyon sok mindent lehetne az engedetlenség hajórára mondani, mint jellemet. De én úgy gondolom, hogy nem kell nekünk ezzel foglalkozni, hanem inkább gondoljuk végig, mielőtt egy ilyen hajóra föllépünk. Jusson eszünkbe, hogy ez nem az az út, amit az Úr neked készített. Az Úr neked azt mondta, hogy menjél Ninivébe. Nem azt mondta, hogy menjél Tárzsisba. Neked azt mondta, hogy látogass meg engem, gyere el a gyülekezetbe, látogass meg a te atyád fián, beszélgess a te atyád fiával, hívd föl a te atyád fiát. De tudd meg, mert hallom a füleimbe, hogy nagyon sokan ezt mondják, ó, majd felhívja a pásztor. Ó, hát nem az én kötelességem. Ne legyél olyan, mint Kain. Igenis, őrzője vagy a te atyád fiának. Igenis, őrzője vagy a te atyád fiának. És az írás azt mondja, hogy aki megmenti az ő atya fiát a veszedelemtől, ő is megmenekül. Tehát Isten erre hívott el. Tehát ez egy olyan mézes madzag, ez a hajó, ez a könnyebbik rész elszaladni Isten akarat elől. Ez a mézes madzag, ez az, amit elhúz a gonosz előtted, ami lehet, hogy pillanatnyi megnyugvást ad, érzés. De tudod, amikor ez a pillanatnyi jó érzés, megnyugvás elmúlik, utána jön a nagy vihar. Az a vihar, amire nem számolsz.
Szerintetek, mikor Jónás kifutott a hajóval, számított ekkora viharra? Nem. Megnyugodott. Kifutottunk, már baj nem lehet. Meg se fordul a fejébe, hogy az ő istene, mint hogy a tiéd és az enyém, az én istenem, a teremtő isten, az alkotó, aki alkotta a tengert, a szelet, a víz, mindent. Mindent ő alkotott. Ez a hajó kifut az élet tengerére, és ilyen a te hajód is, meg az enyém is. De nem biztos, hogy erre a hajóra neked fel kell szállni. Sőt, neked erre a hajóra nem kell felszállnod. Te döntöd el, hogy felszállsz-e rá. Lehet, hogy most tele vagy keserűséggel, vagy haraggal a szívedben, vagy szeretetlenséggel, vagy büszkeséggel, vagy akár felsőbbrendűséggel. Akkor olvastam ezt a történetet, rögtön azt fogalmazódott meg bennem, hogy Istennek ugyanolyan kedves az asszír nép, mint Izrael. Azért küld hozzá egy olyan prófétát, aki elmondja, hogy ha megtérnek, akkor megmenekülnek. Azért, mert mi zsidók vagyunk. Azért, mert mi gyülekezetben járunk. Nem vagyunk jobbak, mint akik a világban élnek. Csak annyival, hogyha Krisztus bennünk él. És az elég ahhoz, hogy üdvösségünk legyen. De Isten nem válogat. Ezért lehet, hogy a te felsőbb rendőrséged is hiába való. Mert Isten nem fogja megváltoztatni az ő nézetét. Isten nem változik meg. Ő tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, ezt mondja az ige. És lehet, hogy tele vagy lázadással. Valami nem tetszik, akár a gyülekezetben, vagy akár körülötted a kapcsolataidba. Nem az a megoldás, hogy felszállj egy ilyen hajóra. Ez a hajó, ha kifut veled az élet tengerére, viharba fog kerülni. Mert arra van ítélve. Tehát, ha megkérdeznél engem, hogy felszállnék-e erre a hajóra, akkor én azt mondanám, hogy nem. Azért, mert Isten adott annyi bölcsességet, hogy oda menjek hozzá, és azt mondjam, Uram, vétkeztem te ellened. Bocsáss meg nekem. Menjünk tovább. Tehát fent vagyunk a hajó. És akkor rögtön felmerül a kérdés, honnan tudod, atyám, fia, hogy én fent vagyok a hajó? Hát nagyon egyszerű a válasz. A cselekedeteidből. A cselekedeteimből, az embernek a cselekedetei árulkodnak. Tudod, azt mondja az ige, hogy a jelekből, a külső jelekből olvasunk. Olvassuk azt, amikor az ég alja vörös, hogy szél lesz. Ha elborul az ég, dörög az ég, rögtön azt szoktuk mondani, hogy nem sokára esik az eső, vagy vihar közeledik. Hát akkor ezekből a jelekből, amit az ember a cselekedeté alapján visz véghez nap, mint nap, ne tudnánk, hogy ki milyen hajóba ül? De tudjuk. Tudjuk. Mik lehetnek ezek a jelek? Nagyon egyszerű. Fel se tűnik. Mindazoknak, akik ezen a hajón utaznak. Mondok egy-két dolgot, amit itt feljegyeztem magamnak. Például, a ritkán jössz gyülekezetbe. Az Isten jelenlétébe. Hallom a választ. Otthon is lehet. Tudod, azt mondom, isteni közösséget a gyülekezetbe tudsz vállalni. És legfőképpen azért, mert a gyülekezet az ő teste. És a testnek tagjainak kell, hogy legyünk. Hát nem hiszem, hogy az én lábamat elvitték hat házra. És akkor el tudom mondani, hogy hát, az az én testem. Nem, az csak egy része. A test, amikor egyesül, az itt van a gyülekezetben. A lábak, a kezek a testben vannak. Nem szanaszéjjel, hanem testben, egyben vannak. Idegesebb vagy, mint szoktál lenni. Ingerlékenyebb vagy. Nem ismersz magadra igazából, hogy milyen hamar felkapod a vizet. Ez mind annak a jele,
hogy a béketlenség, a nyugtalanság, a félelem kezd el uralkodni rajtad. Félelem gyötör, estéről estére, napról napra. Mi a jele? Hát nagyon egyszerű. A szeretetlenség. Haragszol. Kimaradsz a gyűlés munkából, a gyülekezeti munkából. Nem vagy benne a gyülekezetnek a vérkeringésébe. Letagadod magad. És még lehetne tovább sorolni. Nem veszed fel a telefont. És még nagyon sok mindent lehet mondani. Ez mind annak a jele, hogy felszálltál az engedetlenségnek a hajójára. De tudd meg, te nem tudod, mert nem számolsz rá. De a vihar közeled. Közeledik a vihar. És mind ahogy szoktuk mondani, na, ekkor történik a baj. Ekkor történik a baj, amikor Jónás alszik. Lent ott, nem olvastam ugyan, de ott lent alszik. Tombol már a vihar javába az életében, az életnek a tengerén, a körülötte. Ő ott lent alszik. Na, hogy azt mondjuk, hogy hát ő nagyon nyugodt volt, azért tudott aludni. Én ezt egészen másképp fogalmaznám meg. Ha ő nyugodt lett volna, akkor nem bújt volna el. Nem ment volna le a hajónak a gyomrába, és rejtőzött volna el. Nem mondta volna azt magába, persze nincs írás róla. Oldják meg a hajósok, ők jobban értenek hozzá. És lehetne még ezt tovább sorolni. És elérkezünk ahhoz a ponthoz, ami a címet is megfogalmazta. Olvassuk fel a Jónás második részét. Az Úr pedig nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel. És könyörge Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. És mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgata engem. A Seol torkából sikolték, és meghallád az én szómat. Mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körülforgott engem a víz örvényeid, és habjaid mind átmentek rajtam. És én mondám, elvetettettem a te szemeid elől, vajha láthatnám még szentséget templomát. Körülvettek engem a vizek, lelkemig, mély ár kerített be engem, hínál szövődött fejemre. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a múlásból, ó Uram, Istenem! Mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékezem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába. Akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. De én hálaadó szóval áldozom neked, megadom, amit fogadtam, az Úré a szabadítás. És szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. Eljutottunk arra a pontra, amikor Jónás kivettetett a hajóból, sorsvetés által tudjuk, mi történt, és akkor kért, hogy dobják be a tengerbe. Jött a nagy hal, elnyelte, bekerült a nagy mélységbe. Ennek a résznek azt a címet adtam, hogy az Úr gondviselése. Ez a rész az ima fontosságáról és általa való szabadításról szól. Nézzük meg, hogy Jónás mit is kér valójában ebben a részben, ebben az imádkozásban. Egyszer azt, hogy mentse meg a haláltól. Aztán megvallást tesz az irgalomról, tehát az Istennek az irgalmáról. És legvégén hálát ad, mert Isten válaszol neki. Figyeled, hogy amikor bekerül Jónás a Cethal gyomrában, hogy mit tesz, mit cselekszik. És most képzeld el, a te hajód, az én hajóm egy hatalmas nagy viharban van, és süllyedőbe, ketté van törve, és süllyedőbe van, hogy te mit teszel. Mi az a fegyver a kezedbe, amiben még tudsz kapaszkodni?
Persze a világ ilyenkor szokta mondani, hogy ja Istenem, most segíts. És te mit mondasz? Te mit mondasz, akinek a hajója viharba keveredett? Akinek a hajója töredezik a hullámoktól? Akinek az élete az elsüllyedés határáig jutott? Te mit mondasz? Fontos, hogy ebben a mélységben, amiben kerültél, eszedbe jussanak Isten csodái, amit átéltél a te életedben. Biztos vagyok benne, hogy átéltél. Akár gyógyulás, akár szabadulás, akár anyagi változtatás, az Úr megsegített anyagilag, akár megmentett egy balesettől, vagy bármi. Hol vannak a te emlékoszlopaid, drága em? Hol van a te emlékoszlopod? Fölállítottad ezt az emlékoszlopot? Mert ebben a mélységben ott kell, hogy tündököljön, ott kell, hogy álljon, és ott arra kell, hogy tekintsél, hogy az én Uram akkor is megsegített, most is megsegít. Mert az én Uram nem változott meg. És figyeljétek meg, végig kell, hogy menjünk azokon a csodákon. Jónás 7 csodát élt át. Számoltad? A részekben majd nézd meg, az első részben, még a gyomrába nem jut, míg ki nem veti a hal majd a partra. 7 csoda van. Az első csoda az, hogy Isten vihar támasztott a hajó számára. Aztán a második csoda, az pedig a sorsvetésnél van. Hogy a sors pontosan Jónást ölte meg. A harmadik csoda, hogy Isten, miután Jónás bekerül a tengerbe, Isten lecsendesítette a tengert. A negyedik csoda, hogy az Úr halat, egy nagy halat küldött Jónás számára. Az ötödik, hogy 3 nap életben tartotta a halban. El tudod képzelni ezt? Mi ez, hanem isteni csoda? Ez nem egy hétköznapi csoda. Száraz, a következő, a hatodik, hogy száraz fölfelé irányította a nagy halat. Tehát nem akárhol, hanem a száraz föld felé irányította a halat. És a hetedik csoda az, hogy a száraz földre köpte ki. Lehetne még ebben persze tovább menni, úgy gondolom, de mégis azt mondom, hogy az időnk annyi nincsen, hogy annyira belemenjünk. Mindegyik csodánál lehetne kérdéseket föltenni, de csak egyetlen egy kérdést tennék fel. Hogyan tudta kiköpni? És ha már kiköpte, hogy nem lett semmi baja? Tehát az Úrnak vannak olyan rejtett dolgai, amiket nem értünk, amit nehezen lehet elhinni. De mint ahogy mondtam, Isten nem változott meg. Ő az igazi gondviselő, és ő úgy rendelkezik fölötted is, és én fölöttem is, hogy az neked jó legyen. De egy valami kell, amit Jónás tett a hal gyomrában. Nézzük meg az imádkozásánval, mert fontos, hogy beszéljünk róla. Az ima mélységeinek szintjeit vehetjük észre. Ilyen például a könyörgés, a kiáltás és a sikoltás. Én a cucorfogaras és értelmezési szótárt használtam, és megnéztem, hogy például a könyörgésről mit mond. Az imádságnak azon neme, mely által az Istentől valamit kérünk. Megnéztem a kiáltást is. Hallgass meg, Uram, kiáltásunkat, azaz, olyan kiáltást, midőn valaki irgalomért könyörög. És a sikoltás sokkal nehezebb volt amúgy ezt megérteni. Ez folyamatos síró, az a síró hangon kiáltás. Ilyet nem mindig szoktunk tenni. De amikor olyan helyzetbe kerülünk, élet-halál helyzetébe kerülünk, valljuk be őszintén, nem könyörögni szoktunk, hanem már sikoltani. Uram, csak most az egyszer.
És megemlékezel ezekről a sikoltásaidról? Hogy az Úr meghallgatott téged, meghallgatott engem, és kimentett a madarásznak tőréből. És figyeljünk meg tovább ezt az imádkozást. Azt mondja versekben, hogy de én háladó szóval áldozom neked, és megadom, amit fogadtam. Az Úré a szabadítás. Így fejezi be. Az Úré a szabadítás. Ámen. Még egyszer. De én háladó szóval áldozom neked, megadom, amit fogadtam, az Úré a szabadítás. Így fejezi be Jónás az ő imáját. Ebből a kis versből emeljünk ki három dolgot. Én szeretném, hogyha kezdenénk hálaadással. Mit mond a Filippi 4:6? Nem más mond, mint ezt. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hangsúlyoznám, minden alkalommal, tehát a mélységben is. Hát a hegyen könnyű. Ott könnyű három hajlékot is építeni. Lent próbáld meg ezt a mélységben. Abban a mélységben, amiben Jónás is járt, vagy esetleg amiben te vagy, hogy látta a Földnek a kezdetét, amit nem látunk, mert a tenger takar nagyon sok helyen. Tehát minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Ezt mondja a Filippi 4:6. Aztán a harmadik dologból, a második, a fogadásnak a megadása. Ismerős ez? Megadom. De az ige is azt mondja igazából, hogy ne fogadj se égre, se földre. De mi emberek szoktunk fogadni. Na, jó, oké. Na, de ha fogadtál, és biztos Jónás is fogadott valamit, én is fogadtam valamit, és te is fogadtál valamit. Mit mond erről az ige? Nézzük meg a Zsoltár 50. rész 14-15. versét. Én kiírtam itt magamnak, így könnyebb. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. Hallod? Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. Ho-ho-ho-ho-ho. És most engedd meg, hogy a következő verset is elolvasom, mert nem olvastam el. Hogy lásd meg, miért fontos ez Jónás életében is, és a te életedben is. Mert különben nem működnek dolgok, ha nem a fogadásodat nem adod meg. Így folytatja az ige, a 15-ös vers. És hív segítségül engem. A nyomorúság idején én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Tehát, hogyha fogadásod nem adtad meg, akkor hívhatod őt. Tartozásod van. És persze most azt mondjuk ilyenkor, azt hangoztatjuk, hogy hogyne? Hát az Úr már kifizette az én adósságaimat. Ez igaz. Az a megváltásodra vonatkozik. Az nem azt jelenti, hogy az életedbe bármit megtehetsz. Vagy bármit megtehetek. Nem. Tudod, a Jézus név, az kötelez a mélységben, a föld felszínén és az égben is. Még egyszer elmondom, a Jézus neve kötelez. Tehát egy keresztény embert kötelezi a mélységben is, hogy viselkedik, a föld felszínén is, hogy viselkedik, és az égben is, hogy viselkedik. Persze odafönt az már sokkal könnyebb lesz. És a harmadik, amit tesz Jónás az imájában, ebben az kis utolsó versében, hogy megvallja. Tehát megvallást tesz. Mit is mond? A Róma 10, 10. 11. verse. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Tehát amikor a mélységben is vagy, nem szabad, hogy elveszítsd a hitedet. Nem szabad, hogy a reménység elhagyjon téged. Aki hisz, azt mondja itt az ige, az meg nem szégyenül. És Jónás így sikoltott, így kiáltott. És amikor ezt elmondta, akkor mi következett? Hogy olvassuk?
Eljött a szabadításnak az ideje. Drága atyám, fia, testvérem, kedvesen, drágám, ha te megadod a te fogadásodat, ha te, amit eddig elmulasztottál, megteszed, és ezt megvallod, hogy Jónás tette, háladással, illetve megvallással, eljön a szabadulásodnak az ideje. Honnan tudod ezt? Nagyon egyszerű, Jónásnak az életéből könnyen rájövünk, hogy mikor jött el a szabadulásnak az ideje, de a te életedből, az én életemből is könnyen rá tudunk jönni. Honnan? Hogy azt teszed, amit az Úr mond. Azt teszem, amire elhívattam, amire az Úr elküldött. És figyeljetek, mit mond az Úr. Azt mondja, és szól az Úr a halnak, és kiveti Jónást a szárazra. Ez a megmenekülése, ez a szabadulása Jónásnak. Ezért azt mondom neked, drágám, állj fel a te halottaidból, állj fel ebben a mélységben, kezd el háladással szólni az Úrat, megszólítani az Úrat, kezd el megígérni az Úrnak, hogy amit megígértél, fogadást tettél, azt megteszed, és valld meg, hogy az te Istened nem más, mint a názáreti Jézus Krisztus. És ezáltal biztos vagyok benne, hogy az ő szabadítása elérkezett a te életed számára. Mert ő nem ember, hogy hazudjon. Így engedlek el benneteket ezen az estén. Adja az Úr, hogy ha ilyen nehézségek közepette is vagy, a hited lángra lobbanjon. De tudod, segítséget is tudsz kérni. Nem vagy egyedül ebben a nehéz helyzetben. Keresd azokat, akik tudnak neked segíteni. Természetesen először Jézus Krisztusra gondolok, de ha szeretnél akár velem, vagy bármelyikünkkel, szolgáló testvéreimmel, presbiter testvéreimmel beszélni, keresd. De ne maradj a mélységben. Állj föl, támadjon föl benned Krisztus. Ébredj föl, és hogy az Efézus levél mondja, fölragyog neked Krisztus. Te, aki alszol, kelj föl, és fölragyog neked Krisztus. Szép estét kívánok. Amen.